Még vissza van 7 forduló a labdarúgó NB3 középcsoportjában a bajnokságból. Az osztály újonc tök utolsó majos sorsa már rég megpecsételődött a bentmaradás szempontjából. Éppen ezért nem volt bent a pakliban az edzőváltás. Mégis úgy döntött a klubvezetés Tihanyvári László edzőt, aki az elmúlt években sokat tett a majosi csapat fokozatos előrelépésért, többek között felvitte a csapatot az NB3-ba, érdemei elismerése mellett fölmenti az edzői teendők alól a hátralevő hetekre. Ilyenkor még nehéz szabad edzőt találni, a majosiaknak sikerült. Az elnökség úgy látta, hogy a csapat és az edző között elfáradt a kapcsolat, ezért mindenképpen egy vérfrissítésre volt szükségünk, és itt került képbe a Kardos Ernő, akit régóta ismerünk még dombavári edzői múltjából, hiszen nagy ellenfelek voltunk egymásnak. Tudtuk, hogy agilis, tehetséges, nagy játékos múlttal rendelkezik, már edzői tapasztalattal is bír Dombováról és Marcaliból. Ez a feladat számára is kihívás, fiatal edzőként növelheti ázsióját, ha majoson bizonyít Kardos Ernő. Elmúlt mérkőzések alapján ugye a csapat kiesett a harmadosztályból, de mégis most még pillanatilag harmadosztályú, van viszont 8 mérkőzés, és meg szeretném azt mutatni, hogy nem lehet ezeket a fiúkat így csak egy tolvonással leírni. Ezt be is fogjuk bizonyítani, ebben biztos vagyok. Illetve hosszú távon kaptam egy olyan lehetőséget, hogy építsek fel egy olyan csapatot, ami jövőre megnyeri a bajnokságot, és visszajutunk az NB3-ba, és ez az a motiváció, ami engem érdekelt. Aki azt gondolja, hogy a majos gyakori kudarcok miatt megbánta abszolút, hogy ebbe az NB3-as kalandba belevágott, az tévedésben van. Nem lehetettük vék alá, hogy mi szeretnénk visszakerülni újra az NB3-ba, mert ez az osztály tetszik nekünk. Óriási sebességkülönbség van, játéktudásbeli különbség van, mérkőzés intenzitásbeli különbség van, és sportszerűségi különbség is mutatkozik. Az NB3 én szerintem sportszerűbb, mint a megye bajnokság. Ugyan kemény, de sportszerű. Játékvezetők is engedik ezt a játékstílust, partnerek a játékosok. A játékosok nem bántják egymást, hanem kezet fognak utána, egy kemény ütközet után, de mindenki megy a dolgára tovább. Kardos Ernőnél mindenki tiszta lappal indul, az első 2 nap edzés tapasztalatai alapján azt mondja, mindenkit megtartana a szíve szerint. Mivel neki is vannak azért kiszemeltjei a nyári posztokra történő erősítésre, biztos, hogy lesznek újak és persze távozók is. Vannak fejemben játékosok, de most szeretném ezeknek a játékosnak megadni a lehetőséget, aztán majd, hogyha vége a bajnokságnak, nyilván lesznek távozók, mint ahogy minden csapatnál, meg lesznek érkezők is. Vannak a fejemben játékosok, erről most nem szeretnék beszélni nyilván, mert igen, még nincs vége a bajnokságnak, és nem jó, most tehát nem feltétlenül lenne most itt az ideje. Úgyhogy most egyelőre vége lesz a bajnokságnak, és utána már közben azért elkezdünk beszélgetni játékosokkal, és akkor megpróbáljuk megerősíteni a csapatot, és megkenyerni a bajnokságot. Mármint a következő megye egyet. Addig még van vissza 7 meccse a majosnak, vajon azok immáron Kardos Ernővel a szokásosan kudarcosak, vagy inkább már búfelejtőek lesznek-e?